A Sulinet két kártyás játéka, a sorba rendező és a tanuló kártya. A sorba rendező játéknál a tanuló feladata, hogy a megfelelő sorrendet megtalálva megoldja a feladatot. Sulinet Junior tartalmakat a dokumentumtáradba belépve az új, majd az új tartalom lehetőségre kattintva lehet létrehozni. Válasz játéktípust, majd a nevére kattintva nyisd meg a szerkesztőt. Töltsd ki az adatlapot, és mentsd el! A kártyára címet, képet és leírást vihetsz fel. Fontos, hogy a szerkesztés során a kártyákat a helyes sorrendben add meg. Maximum 10 kártyát készíthetsz egy pakliban. Amennyiben képet is szeretnél a kártyára tölteni, annak méretét előtte állítsd be. A megjelenített kép mérete 229x120 pixel. Mentés után a játékod a dokumentumtárban található. Nevére kattintva ellenőrizheted a működését. A tanulókártya készítő alkalmazás segítségével is online kártyapaklit állíthatsz össze a tananyagból. Ebben az esetben minden kártya két oldalú, van egy kérdés és egy válasz oldala. A tanulókártya szerkesztését is a dokumentumtáradból indíthatod. A kártyapakli adatainak kitöltése után kezdhetsz a kártyalapok szerkesztéséhez. Kártyára tetszés szerint tölthetsz képet. A lapok szerkesztésénél meg kell adnod a kártyához tartozó kérdést és választ. Ha minden kártya kész, a pakli mentés után a dokumentumtárban található. Megnyitás után mindhárom lejátszási módban kipróbálhatod a működését. A junior tartalmak publikálhatók a Sulinet Junior gyermekportálon. Erre közvetlenül a dokumentumtárból van lehetőséged. A játék sorának végén lenyíló fülön válaszd a publikáció lehetőséget.